Tisztelet illeti a bányában dolgozókat, köszönettel tartozunk azoknak, akik meghonosították térségünkben a szénbányászatot, és ezzel létrehozták városunkat. És külön tisztelet és köszönet azoknak, akik életüket adták a szénbányászatért, városunkért. 1848-ban nyílt meg Salgó-Tarjánban az első szénbánya, ettől kezdve pedig megállíthatatlan volt a fejlődés, mondta Szabó Csaba önkormányzati képviselő szeptember 1-én a Forgács Antal lakótelepen tartott megemlékezésen. Milyen a bányász élete. 1848-at követően térségünkben sorozatban nyíltak a szénbányák, Ineászón, Forgácson, Somjón, Pálfalván, Bagyason, Károlyin. A megemlékezők ezeket a helyszíneket járták be szeptember első hétvégéjén bányásznap alkalmából. Jaj, de sötét lenne a tárna, halóbányom és világa, kedves pajtás, mi lesz velünk? Szeptember 1-én a Forgács Antal lakótelepi emléktáblán túl koszorúk kerültek elhelyezésre Somjón és Károlyin is. Szeptember 2-án szombaton a hagyományokat követve Bagyasalján folytatódott a megemlékezés sorozat. Kora reggel a bányászok sírhelyénél hajtottak fejet az 1926. február 8-án történt bányász baleset áldozatai előtt. Visszaemlékezésünk egy tragikus esemény áldozatainak szól. Településünk történelmébe gyász fekete betűkkel lett beírva a 20. század derekán lezajlott bánya baleset. Körülállva e bányás sírhelyet idézzük fel 1926. február 8-a eseményeit, amely a salgótarjáni szénmedence legtöbb áldozatot követelő bánya balesetei közé tartozik. Ez a nap is úgy indult, mint a többi. Az alászálló bányászok jó szerencsét kívánva hagyták el a fenti világot és kezdték meg munkájukat a sára lejtősaknában. Nem tudták, hogy többen nem térnek vissza a szeretteikhez. Emlékükre koszorúk és mécsesek kerültek a sírhelyre. Szerencse lett, ilyen a bányász élete, váratlan vészt rohanja meg, mint bésztető. A föld mélyében, az Isten könyvében több ezer éve lapotnak a bányászok. Verejtékes munkával termelik az ércet és a fekete gyémántokat. Életük nagy részét a hideg és sötét föld alatt töltik, hogy másoknak világítsanak és melegítsenek. Ők elsorvadnak a munkában, de elernyedésük másoknak áldás. Az 1884-ben eldördült Csendőr Sortűz 24 éves bányász áldozatának emlékét is megidézték. Isten kezében életünk, ő megsegít, reméljük, te kis leány, ne bánkodjál. Targos István emléktábláján a koszorúzását követően az egykori bányász kaszinó épülete előtt folytatódott a megemlékezés. Bizonyosan állítható, hogy ha nincs bányászkodás településünkön és vidékén a 19. századtól kezdve, akkor Salgó-Tarján még ma is csupán egy kis falucska lenne a többi nógrádi település között. Ahogy Bagyasalja is az volt a 19.-20. század fordulóján és első évtizedeiben. Azonban az idő során a salgótarjáni szénbányászat egyik fontos termelőhelyévé, bányászfaluvá vált, majd a Salgó-Tarjánnal történt egyesülés után indult el a városiasodás útján, megőrizve persze sajátos arculatát, karakterét, szellemiségét. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a szénbányászat által vált lehetségessé az ipari fejlődés, és azt, hogy fiatal, mindössze 95 éves városunk rövid története során milyen óriási változásokon ment keresztül. S noha a szénbányászat és a hozzá kapcsolódó nehézipar mára a múlté,
illetve az ipari termelés szerkezetváltozáson ment keresztül, ezen ipari ágazatok korábbi évtizedeket meghatározó szerepét nem vitathatjuk, és nem felejthetjük el. A hozzá kapcsolódó kulturális és erkölcsi tradíciók ma is élnek és hatnak, ezáltal városunk jelenének is szerves részét képezik. És mindez azért lehetséges, mert értékeket hozott létre ez a korszak, olyanokat, amelyeket őriznünk kell, és tovább kell adnunk utódainknak. Így idézte meg a város múltját Dániel Zoltán alpolgármester ünnepi köszöntőjében, majd a megjelentek megkoszorúzták a diák otthon bányász emlékművét. Jó szerencse, áldás lengye át, bárhonak fint oda lennem kapnak, őni mágyák mégis a hazát. Zordon bérceg bányász gyermekének, szeretettel nyújtanak kezet. Zordon bérceg bányász gyermekének, szeretettel nyújtanak kezet. Éljen soká, éljen soká, éljen soká, éljen soká, éljen soká a bányászok. Hős vagy apa, bányász voltál, föld mélyében harcoló. Nem fakíthat érdemeket semmiféle álnok szó. Most már értem, miért búcsúzott tőled minden nap anyánk. Miért kérted elváláskor, nagyon vigyázzon reánk. Miért állt ő a kapuban integetve, még csak lát, így véste a tudatába alakodat és a mát. Hogyha holnap nem jönnél meg, őrizhesse a képet, mert a bányász ott a mélyben veszély útjára lépett. Szeptember 4-én hétfőn folytatódott a városi programsorozat az SMT székházban. Ha visszagondolunk azokra az időkre, amikor a bányászat virágzott megyénkben, akkor láthatjuk, hogy bányatelepek, kolóniák, bányakolóniák jöttek létre, létrejött a bánya egészségügy, volt bányász kulturális élet, és volt bányász sportélet. Sajnos ezekről már csak történelmi időszakból tudunk beszélni. Demeter László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség megyei képviseletvezetője mondta el ünnepi gondolatait, majd zárásként megkoszorúzták azt az emléktáblát, mely 1200 a bányákban elhunyt nógrádi emlékét őrzi. Jaj, de sötét lenne a tárna, halóbánya még silága, kedves pajtás, mi lesz velünk, meddig kell még itt szenvedni, mérges a hevér úr szava. Nem jövök ki onnan én.